De erre, amit mondok, most csak egy bizonyítékot hozok fel, hogy mit ír le Kudenhove Karlergé, a Pán-Európa atya, a, az 1925-ben megjelent Praktischer Idealizmus című munkájában, ahol szó szerint leírja, hogy Európának kevert lakossága lesz, és, és, és a zsidó arisztokrácia fogja vezetni. Kész. Ez szó szerint így van leírva. Na most szeretném folytatni, hogy ez a hatalom, tehát az a második világháborúval megszerezte Németországnak a nagyobbik részét, de nem tudta befejezni a Szovjetuniónak, az eltávol, az, ő, ő attól is szabadulni akart, mert ugyanaz ő kísérlete volt, de nem úgy zajlott le, ahogy szerettel volna. És tulajdonképpen az igazi célt, az 89, 90, 91-be el, amikor a szovjet birodalmat és ezt és ez úgy értel, hogy megértette, hogy az az oroszország amelynek akkor 222 millió nézet a szovjetunió területe, most a, a maradék Oroszország 17 millió négyzetkilométer, ez se kicsi, hogy ez egy akkora ország, amit nem lehet kívülről legyőzni, mert meg, megpróbáltak vele tényleg, megpróbáltak vele például a, a svédek, meg, megpróbálkoztak vele a franciák, Napóla. Megpróbálkoztak vele a, a németek. A németek többször is. Első, második világháború. És nem sikerült. Úgyhogy, úgyhogy ez a Oroszország csak belülről győzhető le és ezért olyan hálózatot építettek kibe a szovjetunom belül, amely hálózat, felbomlasztotta a birodalmat. És lényegében teljesen átvették Oroszországot is, mert hiszen mint egy cí, j, tíz évig a jelcini rendszer volt, és az ennek a nemzetközi dollár oligarchiának a szabad rablási időszaka volt. Annyit rabel, rabolt, ami, amennyi belefért, és, és a legfőbb módszereket alkalmazták, de az egy, egyik fő módszerük az az volt, amit egyébként Magyarországon is alkalmaztak, hogy, hogy az éppen helyzetbe lévő gazdasági vezetőket, óriás vállalatokat igazatoknak, írassátok a saját nevetekre, akkor már el lehet adni, és a pénzt ki tudjátok vinni. És akkor a, a, Amerikába is milliós, vagy milliárdosok lesznek, meg Angliában, meg Franciaország, stb. Úgyhogy ezt volt az egyik módszer, mondom, Magyarországon is alkalmazták, nem, nem sikertelenül. Tehát a Szovjetunió legyőzése 91-be fejeződött be. De az a terv, hogy Oroszországot ha, tehát fe, felosztották három részre. Ez, ez, már nem sikerült. Volt olyan terv, hogy öt részre. Ez, ez, se sikerült. Oroszország egyben maradt, és nem csak, hogy egyben maradt, hanem ö, jött egy olyan jelcintán egy olyan vezetése, amely a szabadrablásra állította, és, és lehetővé tette, hogy az elsősorban az orosz olaj, földgáz, tehát kőolaj, földgáz és más nyersenyok és az orosz gabona, szóval ilyen árukból egy, mégiscsak egy olyan ipar is ki tudott épülni, közte egy nagyon magas szintű fegyveripar, fegyvergyártás, hogy hogy Oroszország egy, egy számot tevő tényezővé várt, és elkövette azt a szörnyűséget, hogy nem engedelmeskedett a, a nyugati hegemon világhatalom uralmi rétegének vagy csoportja utasításaira. És ezen teljesen fölháborodott ez a csoport. Hogy ezt honnan lehet tudni? Hát onnan lehet tudni, ha az ember rendszeresen olvassa például a Farinefferst, amely a Farin Farinélésének a folyóirata 1922 óta, Ugye a Farinélés, amely a Farin az ennek az informális hatalomnak az, az egyik legnagyobb szellemi műhelye. És hat ezer tagja van egyedül a New Yorki szekciónak. De egyébként, hogy tudjuk, hogy azért miről van szó, hogy amikor én Amerikában voltam, Hát több ciklusban is, ugye négy, négy igazgatója van, az egyik Soros György volt, az egyik igazgatója. Tehát amikor én egyszer engedélyt kaptam, hogy kutathassak a New Yorki központnak, ugye Prathaus, tudtam, hol van, és igazolás után, három napi igazolás után beengedtek. Hát beengedtek, mert Szabad a Rádió, amerikai állampolgár, kutató, beengedtek. Szerkesztő, beengedtek. És tudom, hogy hogy működik. Na most a Farin Effers az azért nagyon fontos, mert ennek az agyrösztek, meg más agyrösztöknek is, a vitái, szellemi vitái itt zajlanak le. És többek között azért vettem kezembe az elérhető legutóbbi számokat, mert tudtam azt, hogy itt egy vissza zajlott le arról, hogy meg lehet-e nyerni egy nukleáris világháborút, és el lehet -e érni azt, hogy a világon egyetlen ország se legyen, amely megmeri tenni, hogy ennek a világhatalom, ennek a, tehát a világ uralmat gyakorló főhatalomnak ellent mondjon. Ilyen ne létezhessen. Csak az Létezhessen olyan világrend, olyan liberális világrend. Mert az ideológiájuk a liberalizmus, de a liberalizmus alatt azt érték, hogy ők a nemzetközi dollár oligarchák azt csinálnak a világ bármely országába, amit akarnak. De erről van szó, és ezt értik liberalizmus alatt. És individualizmus alatt, ami az ideológájuk másik része, azt éltik, hogy csak egy ember legyen egy ember, de az ne tartozzon semmilyen közösséghez. Csalászhoz se tartozzon, és pláne nem ilyen elavul dologhoz, hogy nemzet. Hát egy nemzetnek van, Történelme. Annak, annak van anyanyelve, annak van kultúrája, a, a, az egy erőt képez, az, az igényel magának őrendel. Mi? Őrrendelkezés? Velünk szemben? Örende. Na hát így gondolkozik ez a társaság. És a vita, amit én a forine nem teljesen minden számot, mert, mert, nem minden számhoz jutottam hozzá. De amihez hozzájutottam és elolvastam, annak a vitának az eredménye az, hogy a virág uralmat gyakorló elit megnyerheti a nukleáris háborút. Na most ez egy nagyon fogas kérdés. Mert a nukleáris világháború az, ha nem szakértőként gondoljuk el, hanem csak egy átlagos emberként. Úgy képzeljük, hogy az Egyesült Államoknak van 6000 nukleáris bombája meg egyéb fegyvere, Oroszországnak szintén van 6000 vagy még több nukleáris bombája és egyéb atomfegyvere. Mind a kettőnek megvannak a nagyon fejlett szuperszónikus szállítóeszközei. Hát, ha bizony egy nukleáris háborút tör ki, akkor ez a két ország elpusztítja egymást, de elpusztítja vele az emberiséget is, mert ugyanis nem kell meghalni minden embernek, hogy elpusztuljon az egész emberiség, ugyanis hát kimutatták, tehát ebben a szakmában szakértő tudósok kimutatták, hogyha megnevezték számot, ha ennyi és ennyi, nukleáris fegyver fel van robbantva, akkor olyan nukleáris sötétség létjére akkora, amely teljesen befedi a Földet. És ezen nem tud keresztül hatolni a nap. Ha pedig nap nincs, akkor nincs mezőgazdaság. Nincs miből megélni, tehát az emberiségnek az a része, amely a nukleáris háborút túléli, az éjségben fog meghalni. Tehát egy ilyen háború, ha valaki meggyeri, az az emberiség elpusztítását jelenti. Na hát, hogyha ez a helyzet, akkor hogy lehet mégis meggyerni egy világ? Egy nukleáris világháború. Hogyan? Hát... Nagyon komplikált a kérdés, és természetesen én csak nagyon kevés információval rendelkezek. Meg, meg egyetlen még a, a Farin-Efferben is csak kevés információ jelent. Bár a, a többi forráshoz képest sokkal több. És, te, és én, én átnéztem, a Council on tehát Richard Haas, aki most a, a vezető, átnéztem az ő iratait is. És átnéztem a Davosziakét is. És és láttam, hogy Davoszba az a program, ott, ott több, tehát, e, e, tehát e, e, a Reset, ez a, ezek az új programok, ugye? E, ezek ezek semmi mások, mint mint tulajdonképpen a bolsevizmusnak, amely végül nem az lett, amit szerettek volna, aznak egy revidiált, modernizált változata. Tehát, tehát amit Klaus Schwab és, és, és a, Fados, a Davoszi közösség letesz az arctalra, az egy modernizált bolsevizmus. Miért szereti ez a társaság a bolsevizmus? Hogy, hogy, hogy a Great Reset, ugye így, így jel, nagy újrakezdés, ez a nagy újrakezdés egy modernizált bolsevizmus. Miért, szereted? miért, mit, miért szeretik ennyire a bolsevizmust? Azért szeretik ennyire a bolsevizmust, mert a bolsevizmus azt jelenti, hogy eltűnnek a nemzetek eltűnnek tulajdonképpen a külön nemzeti kultúrák, egy, egy világnép, egy világkultúra, egy világhatalom, egy központi hegemon világállam, és egy vezetés. Na most ennek a modernizált változata a Great Reset. Most ezt nem részletezem, én már erről egyébként tartottam több előadást is. Na most, de nézzük meg, hogy, hogy tulajdonképpen ez a társaság, ez mit akar. Ezt azt akarja elérni, hogy a szovjet, bocsánat, Oroszország lekötésével, kivéreztetésével, gyengítésével, arra szorítja rá, hogy ne tudjon mással védekezni, csak egy, mondjuk egy taktikai atomfegyverrel. Most itt szeretném azért megjegyezni zárójelbe, hogy azért az atomfegyvert használták már. Hát gondoljunk Hiroshima-ra, meg Nagasszakira. Ki is használta? És vajon miért is használta, mikor Japán már réges-rég a földön volt? Miért kellett még meggyilkolni annyi ártatlan embert? Miért? Vagy miért kellett felgyújtani Dresdát? Miért? Már rég, rég leverték Németországot. De menjünk vissza. Szóval ez a hatalom nem mondott le arról, hogyha lehetséges, akkor mégiscsak egy olyan lehetőség álljon elő, hogy Oroszország a kezdeményező fél, és ők csak válaszolnak. Ezért Ugyanazt a módszert már elkezdték, most csinálják Ukrajnába, amit például szíriába csináltak, hogy kiképeztek beöltözött egyébként ukrán katonákat, akik tudtak koroszul, hogy azok csinálják az ilyen, hogy, 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 hogy a Szíria támad a... a, a a, 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 a tulajdonképpen a, a mérgecskáz fegyverekkel. És, és ezért Szíriát szétkervel, mert Szíria megszállása az egy nagyon fontos eh, cél volt. Most itt csak utalakára, hogy eddig én nem említettem, hogy ennek az államok feletti hatalomnak az egyik fontos bázisa Izrael. És a közelkeleti háborúk, amelyeket ez az államok feletti hatalom szervezett meg. Ezek a, ezek a, háborúk, ezek lényegében az Odedinon tervnek voltak a gyakorlatban való átültetése. Mi is volt az Dinon terv? Hogy Izraelnek akkor van biztonsága, mint regionális hatalomnak, amelynek egyedül a térségben van. A Pentagon szerint 200 Nukláris nukleáris fegyvere, tehát nem én szerintem, hanem a Pentagon szerint. És akkor van biztonságban, ha nincs körülötte nagy területi ország. Minden nagy területi országot kívülről vagy belülről, de, de részekre kell darabolni. És ehhez tartozott az is, hogy Szíriát, mint ahogy ugye Irakot is, Kurdisztán, meg Isid, a Szunit, szóval siker, meg hát Afganisztán ott volt, meg, meg hát azért nézzük meg, hogy mi volt Szomáliában, meg Eritreában, Szudent is, meg Szudánisból is kettő van már, aztán Líbiában hagyjuk. És erre mind. Kiadott engedét az államok feletti főhatalomnak, amely azt állítja, hogy mivel ő a neoliberális világrendet képviseli, ezért ez a legjobb az emberiségnek. Mert az emberiségnek nincs jobb, mint hogyha engedelmeskedni ennek a világhatalomnak, elfogadja a liberális világrendet, vagyis szabad rablást enged az államok feletti pénzhatalomnak, mert, mert hogy így úgy mondja, ez a legkisebb rossz. Mert ennél sokkal rosszabb az, hogyha nincs egy ilyen koordináló hatalom, és akkor rivalizálnak az, háborúzkodnak-e, hallgat arról, hogy az a háborúk zömét ez a hatalom és ennek a elődei, előd struktúrái hozták létre. Nem azt mondom, hogy mindegyiket, de a zömét. Tehát, tehát azzal érvel, hogyha ő nem létezne, akkor állandóan háborúk lennének. És ezért nagyon is nagy szükség van rá, és, és nincs arra szükség, hogy legyen egy, egy másik világszintű, szuverén, vagyis az egypólusú világban legyen egy második pólus, vagy legyen egy többpólusú világrend. Ez nem lehet, mert ez kártékony, ez az emberiség pusztulásához vezet. Ezt hirdeti. És ezért ez a hatalom azt mondja, hogy az az Oroszország, amelyik ezt nem fogadja el, azt fel kell darabolni. Különböző elolvastam egy sor tanulmányt arról, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Hát ugye a lege, legegyszerűbb lenne egy, 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 színes forradalmat csinálni, de próbálkoztak vele, de ez Moszkvában nem met. Ki ebbe kétszer is megcsinálták. Moszkvában nem tudták megcsinálni. Vagy meg kellene jó lenne, ha meghalna Putin, ez a, ez a diktátor. Vagy, vagy, hogy is mondjam, lehetne létrehozni polgárháborút, és földarabolni. Mert ugye ez a nagy ország belülről sokkal sebezhetőbb, mint kívülről. Tehát a, nagyon sok terv készült. Ezeket, ha valaki kutatja, el lehet olvasni. Igen, igenis benne van az egyik legkedvencebb terv, hogy Putyint el kell távolítani. És, és egy, egy puccsal jöjjön egy, egy más orosz vezetés, és azzal már me, majd megegyeznek. Amelyik, amelyik hajlandó az ő főhatalmukat elfogadni és többek között hajlandó Kínával, a, 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 mert ugye azért a, 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 a legnagyobb ellenfél most Kína. De de hát Oroszország az egy nagyon ö, 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 veszélyes, mert ott van több mint 6000 nukleáris fegyver. Na és itt jön a probléma. Ha feloszlatják Oroszországot, melyik Oroszországé, Oroszország melyik utód részévé lesz a 6000 nukleáris fegyver, az kié lesz. Az, és egyáltalán, amikor polgárháború van, akkor ki fogja azt felügyelni? Ki, ki fogja biztosítani azt, hogy azt, azt ne használják, hát, hogy is mondjam, olyan, olyan alkalmatlan személyek, akik, 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 akiket nem szabadna ilyenhez odaengedni. Tehát ez egy elég nehéz probléma. Mégis azt mondták, hogy egy, úgy, mint ahogy, ahogy elérték Szíriába a mézge, mé, mérgezgás fegyverrel, mert azt, mint tudjuk, Putyin úgy szerelte le, hogy rávette Rávette Szíriát, hogy az összes mérgezgáz szóval nemzetközi ellenőrzés alatt sem. Ez meg is történt. De ennek ellenére a megtorlás is megtörtént, mert Trump elrendelte a, a, a rakéta támadást, és megpróbálták ráfogni a a a, 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 szír kormányra, hogy az vedd be mérgecskáz fegyvereket, amelyeket persze a nemzetközi szerződések tiltanak. Na most ugyanez ismétlődik most Ukrajnába, ahol ugye el, elképzelhető, hogy egy, egy ugyanolyan, hogy egy piszkos fegyvert, piszkos atombomba az, amit ilyen föld alatti laboratóriumokba gyártanak elő egy, egy, egy darabot. Na most Ukrajna nagyon alkalmas arra, hogy ezt megcsinálják, mert a Szovjetuniónak az atombomba gyártási egyik központja az Ukrajna volt. És ott még ott vannak a képességek. Igaz, hogy a fegyvereket átvitték orosz területre, de a képességek ott vannak. És egy, egy, ilyen, hogy úgy mondjam, piszkos bombával csinálnak egy valamilyen, valamilyen, hogy úgy mondjam, merényletet, amit persze ugye az oroszok követnek el. Ez az egyik lehetőség. Ez az egyik lehetőség. Itt ugye nagyon vigyázni kell, hogy ne derüljön ki, hogy ott nem orszok robbantottak, hanem piszkos bomba robbant. Aztán lehet megoldani, hogy ne piszkos bomba robbanjon, Na de akkor mi a helyzet? Én most arról beszélek, most azóta most arról fogok beszélni, hogy mitől fél legjobban az orosz vezetés? Az orosz vezetés tudja, hogy van egy ilyen lehetőség, és az egész konfliktus sodródik, a nukleáris konfliktus felé sodródik. Na most, ennek szeretnék az elejét venni. Hát egyik ország se akar elpusztulni. És azt is tudják, hogy például most Németországban, Büchel, Büchelben az van egy nagy, nagy, nagy légitámaszpont. Amerikai légitámaszpont. Ezen van húsz darab olyan atomfegyver, a neve B-vonal 61. Amerikai atombomba, amerikai támaszponton. És plusz olyan szuperfejlett kibernatikai eszközrendszer, belevonva a műholdakat is, a katonai műholdakat, mert most már a hadviselő harcintérhez tartozik, a kozmosz is. Hát az, hogy az ukránok eddig is egyenletül a kult játszott, hogy kapták a legújabb, legpontosabb, tehát percekész információkat Kaptak az amerikai műholdakról. Na most itt arról van szó, hogy, egy, hogy az Egyesült Államokban ezt tudják az oroszok, kifejlesztettek olyan kibernetikus eszközöket és nukleáris eszközöket, amelyekkel a lényegében az orosz irányító központokat, ahol ahol, az, ahol, ahol azok a irányító rendszerek vannak, amelyek segítik, például meg le, ki lehet lőni egy nukleáris rakétát, vagy el lehet indítani egy, 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 egy valamilyen nukleáris felület, szóval ott vannak, erre vannak irányító rendszerek. Ezeket az irányító rendszereket kibernetikai és ilyen B 61-es nukleáris eszközökkel semlegesítik, megsemmisítik. És ekkor a második fél, a megtámadott fél, nem tud válaszolni. Egyszerűen nem, nem lesznek irányíthatóak azok a fegyverek, amelyekkel válaszolni lehetne a támadásra. És mivel ezek már ott vannak Németországban, ez aggasztja az orosz vezetést. Hogy most mit kell neki tennie? Mit kell neki tennie? Ezért valójában az orosz vezetés nagyon is szeretné, hogy a világ még ma élő, zseniális, Diplomatája. Igen, a 99 éves Henrik Kiszincs erről beszélek, aki ugye hosszú évekig volt, hát, hát Richard Nixon elnöksége alatt, ugye volt nem csak Nemzetbiztonsági Tanácsadó, hanem párhuzamosan külügyminiszter is. És utána jött ugye Gerald Ford, ugye két évig, 64-től 66-ig, akkor ő volt ugyanez. Tehát megtartotta minden tisztséget. Őt a Nixon lemondása nem érintette. De ő, de, 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 de ő nem csak diplomata volt, és többek között ő hozta össze Nixon-t ugye, most ebben nem akarok belemenni, nem ez a téma, hanem lényeg az, hogy ez az ember egy tudós ember volt. Hát számos eh, tudományos szinten magas színvonalú könyvet tette az asztalra. És legutóbb is például Kínáról, hát olvastam, talán négy éve, nagyszerű könyvet írt ki, vagy három éve. Szóval a lényeg az, hogy ez az ember megszólalt. És, és, és nem akárhol szólalt meg. Megszólalt Davosban, ott elmondtam magáért, és megszólalt most. Most. Miért most? Hát azért, mert most egy nagyon kiélezett helyzet alakult ki. És, és ez az ember, ez rendszeresen találkozott Putyinnal. Tehát Amerikából jött, és ment Moszkvába tárgyalni. Mint, mint, nem mint amerikai diplomata, hanem mint amerikai magásszemély. És a Putin ha, meghallgatta. Szer, a Putin szeret okos embereket hallgatni. Hát a, a az Orbánt is ezért hívta meg. Hát, hát az a hatórás beszélgetés az azért volt, mert az Orbán is egy okos ember, és az ő véleményére is kíváncsi volt. Nyilván, hogy na jó, én nem tudom, hogy ők miről, hát sejtem, hogy miről tárgyaltak, és azért sejtem, hogy Orbán nem arra beszélte rá, amit végül tett. Mert kellett volna valami Más megoldás, de sarokba volt szorítva. Na most, ez a Kissinger mit mond? Azt mondja, hogy eljött az idő arra, hogy fegyverszünet legyen, vagy úgy, hogy a jelenlegi quo, hogy az a, hogy a jelenlegi helyzet maradjon el, és induljon meg a tárgyalás, vagy ha nem, mert ezt Ukrajna nem fogadja el, akkor legyen a 2000, 2000, illetve nem, a február 24-i quo legyen, mert azt esetleg elfogadja Ukrajna. Mert ugye abban csak Dombásznak egy kis keleti része van benne, de benne van benne van a krém. Na most... Ezt ajánlotta Kissinger. És azt is mondta, hogy, és ezt abszolút nem akarják elmondani, hogy mondom, megmondom, én megnevezem, hogy ki. Azt is mondta, hogy Oroszország 500 éve a világ hatalmi egyensúlyának a része volt, akár tetszik ez nekünk, akár nem de ő világegyensúlyról beszél, nem európairól, és nem ázsiairól. És ez így is van. Abszol, ez egy tudós ember. Jól mondta. És, és azt is mondta, hogy akár tetszik ez nekünk, akár nem, ez nagy hatalom marad, hát ugye 17 millió négyzetkilométer, és egy lukláris fegyverarzenállal, ez nagy, nagy, hatalom marad, és ennek a nagyhatalomnak lehetnek bizonyos minimális védelmi érdekei, igenis a NATO-val szemben, amely hazudott az oroszoknak, becsapta azt a hiszékeny korbacsovot, egy orosz parasz gyerek volt, becsapták. hittekik nekik. Hitt a öreg busnak, meg hitt a James Gakernek a külügy, hitt nekik. Közben átverték. És a Putyin azt mondta, hogy legyen van, legyen, eddig ment a, a, bővítés, már mint a NATO bővítés, de itt most már nem. És, és, ezt az orosz gyűlölő rendszer sem, amely a betiltja az orosz nyelv használatát, az orosz anyanyelvűeknek. És itt van. Szóval itt ő nemet mondott. És erre azt mondja a Kissinger, hogy ez teljesen legitim igény, hogy egy nagyhatalom, pláne az a nagyhatalom, amelynek, amelyet mindig nyugatról támadtak meg. Hát nyugatról támadták meg amikor még a svédek ugye erősek voltak, aztán ugye jöttek a franciák, aztán jöttek a németek, többször is, stb. Hát szóval mindig, me meg hát ugye osztrák-magyar, hát szóval, mert hát ugye kemény, kemény harcok voltak az első világháborúban. A brusz, goncsolunk csak az első, meg a második, brusilov, é hát, Brüsszel volt a vezér, és ő és, 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 csinált egy nagy offenzívát. Volt az első offenzíva, meg a második. A második volt, a, 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 a rengeteg magyar, több, szá, több százezer magyar halt meg benne. <Szorítan>